Betűkör. Január 18-án a Magyar Kultúra Napjáról emlékeztek a Városi Könyvtárban. A Magyar Kultúra Napját ünnepeljük, ami a január 22-e a Kölcsey ezen a napon fejezte be a himnusz, és ezt a Magyar Kultúra Napjaként tartjuk számon. Számos alkotást hozunk, sőt én egy egész linkgyűjteménnyel érkeztem, nagyon sok mindenről szeretnék beszélni. Van egy Facebook csoportunk is, Betűkör néven működik, oda begyűjtök mindent, amiről beszélni szoktunk, és mindenki azt hoz a Magyar Kultúra Napjára, amiről beszélni szeretne. A többi Betűkörön, mert hogy havonta egy alkalmat tartunk, és ez a kedvenc gyerekünk, tehát nagyon szeretjük, a Covid után indult újra. Irodalom kedvelőknek a kedvenc szórakozása ide járni. A többi alkalomra mindig előre megbeszéljük, hogy kiről fogunk beszélni. Hogy egy témáról, egy költőről, egy alkotóról, vagy egy nagyobb témakörről. A Magyar Kultúra Napja az egy egészen tág, egészen bő téma, tehát nagyon sok anyagunk van, ilyenkor mindig arra próbálok összpontosítani, hogy mindenki szóhoz jusson, aki hozott valamit, és próbál másfél órába belesűríteni. Mindenkinek ajánljuk, feltétlenül szoktak nagyon fiatalok is lenni, meg nyugdíjasok is. 14-15 van, amikor 20-an vagyunk. Én nagyon jónak tartom ezt a számot egy ilyen kis településen, mint Bicske. A témához kapcsolódóan a résztvevők magukkal hozták kedvenc könyveiket, idézetüket, verseiket, prózáikat, gondolataikat.